Idén az amerikai tehetségkutató műsor egy ismerős arcot köszönthet a zsűriben. Harry Connick Jr. népszerű énekes. Sok mindent csinált már a showbizniszben. Nemrégiben legfontosabb szerepéről beszélt Scott Rossnak. Harry Connick Jr.-nak igazán csodálatos karrierje van. 5 éves korában kezdett zongorázni New Orleans-i zenészekkel. Tizennyolc évesen ment New Yorkba és kezdte el sikeres karrierjét a zenében, a filmiparban, a televízióban és a Broadway-en, ami már közel 30 éve tart. Nemrégiben beszélgettünk vele Los Angelesben. Elsősorban férj, apa, énekes, dalszerző, zongorista, zeneszerző, karmester, színész vagy. Mit csinálsz a szabadidődben? Ez érdekes, mert a magam menedzsere vagyok már 18 éves korom óta. Remekül kívünk egymással. Én értem a legjobban, hogy milyen fontosak azok a dolgok, amiket most említettél. Igen, valóban jó sorrendben mondtad, hogy hogyan vannak az életemben ezek a dolgok, legalábbis a fontossági sorrendet tekintve. Egyébként rengeteg szabadidőm van. Az albumod minden férfinak tudnia kellene. Ez egy nagyon bensőséges album, és az én feleségem tudni szeretné, hogy mit tudsz te, amit minden férfinak tudnia kellene. Ez a dalszerző szabadsága. Arról is éneklek, hogy milyen szeretnék lenni, de még nem tartok itt, bár nagyon romantikusnak tűnök. Szóval vissza a címhez, minden férfinak tudnia kellene, de mit? Minden kapcsolat teljesen más. Nem játszom meg, hogy érdekel a családom, a feleségemnek egy napja. Tényleg tudni akarom, hogy milyen volt. És úgy érzem, hogy mi egy család vagyunk, és őt is érdeklem. És törődöm vele, azt gondolom, hogy mindannyiunknak megvan a képessége, hogy szeressen egy embert kapcsolatban is. Alapvetően erről szól ez a dal. Harry és felesége Jill 20 éve házasok, és 3 lányuk van. Gyakran Jill inspirálja a szerelmes dalokat. Az anyukám 13 éves koromban halt meg, pedig én nagyon szerettem volna bemutatni a feleségemet az anyukámnak, és az anyukámat a feleségemnek. Ez a dal feleségemről, G-ről szól. Hol és hogyan találkoztatok? Itt Los Angelesben találkoztunk 1990-ben. Mindketten ugyanabban a szállodában voltunk, láttam, ahogy sétálgat. Én oda mentem és bemutatkoztam, mert volt egy közös barátunk. Első találkozásnál azt mondtam magamban, ez igen, ez a lány nagyon kedves. Ebben az évben zsűritag lettél az American Idolban. Miért vállaltad el? Tetszett, hogy fiatal előadók versenyeznek, és úgy gondolom ez egy nagyszerű, egészséges környezet. Nincs túl sok más lehetőség, hogy kiállj és beszéljünk arról, hogy mi az, ami igazán tetszett. Mindezt nyíltan, spontán és őszintén. Ez valóban jó szórakozás. Tehát, ez a parkoló. Ide jön mindenki, a lakókocsikba az előadás előtt. Ez az új díszletünk. Nagyon izgalmas. Itt csináljuk ezt. Ez pedig Keith széke, ez Jen széke, itt ülök én. Buzdítanak a mai fiatalok, ahogy kiállnak és előadnak valamit? Nagyon felbuzdít, ha tehetséget látok. Ami egy picit aggaszt az, hogy túl sok hangot hallanak kívülről. Különösen kimondottan a közösségi médiából. Annyira, hogy teljesen összezavarhatja ezeket a fiatal előadókat. Szeretném átadni az üzenetemet, hogy meg kell ismernünk a képességeinket. Connick elérte, hogy tudjon segíteni más gyerekeknek is a szülővárosában a Katrina hurrikán után. Brentford Marsalis-szel kezdtük ezt a dolgot, amit zenészfalunak neveztünk el. 80 otthonból áll, és mára egy hihetetlen központ lett. A gyerekek heti 6-7-szer jönnek órára. Zenét tanulnak, és van egy stúdiójuk, és fantasztikus. Ez egy nagyszerű lehetőség a számukra. Hogy tudsz egyensúlyozni ennyi dolog között? Nos, szeretnék zenét szerezni, szeretek filmet készíteni. Szeretem a Broadway-t, a tévét, az írást. Ezt mind szeretem. De ami igazán fontos a számomra, a feleségem és a gyerekeim. Ha ez rendben van, akkor minden működik.
Édesanyád Anita óriási hatással volt az életedre. Ezt az albumot is neki ajánlottad. Mindegyiket. Tényleg? Miben halt meg? Rákja volt. Csalódtál Istenben, amikor ez történt? Ó, nem. Egyáltalán nem. Nekem csak nagyon hiányzott az anyukám. Akkor ez mélységes fájdalommal járt. Elszomorított. Isten nem játszott szerepet ezekben az érzelmekben. Én szerettem Istent. Nem volt olyan, hogy miért tetted ezt velem? Édesapád, az idősebb Harry még él? Igen. Mit gondol a karrieredről? Azt hiszem, büszke rám. Az apukám tudja, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő. Nem múlik el nap, hogy ne legyen olyan beszélgetésünk, amiben valamit megtanít. Mérhetetlen hite van. Hatalmas ember több értelemben is. Tényleg ő az én hősöm. Annyi dolgot tanított nekem. Büszke vagyok rá. Hogy lehet, hogy egyben maradtál annyi év sikere után is? Úgy értem, az emberek folyamatosan lecsúsznak erről az útról az életben. Drog miatt, vagy az ital miatt, vagy bármi miatt is. Van valami Harry Connick Jr.-ban, ami láthatóan egyensúlyban tartja. Mi ez? Mesélj róla. Igen, ez leginkább a hitem. Miben hiszel? Katolikus vagyok, hiszek Istenben, hiszek a családomban. A másik része a dolgoknak, hogy megszakad a szívem azokért az emberekért, akik drog- vagy alkoholfüggőségben szenvednek. Hogy én miért nem kerültem bele ezekbe a dolgokba? Nem tudom. Annyit tudok csak, hogy én tényleg nagyon szeretem azt, amim van. Tényleg nagyon szeretem azt, amim van. Van egy csodálatos feleségem, a világ minden pénzért nem hagynám el. Keményen megdolgoztam azért, hogy ez a gyűrű az ujjamon legyen. Van három lányom, akikért akár meg is halnék, mint ahogy minden szülő megtenni a gyerekeiért. Szoktál imádkozni? Igen, folyamatosan. Hát nem folyamatosan, mert most éppen nem. Én igen. Ó, tudom, a 700-as klubból jöttél, ahol mindenki nagyon jó ebben. Képesek egyszerre beszélgetni és imádkozni. Hát én nem vagyok ilyen ügyes. Előbb abba kell hagynom a beszédet, hogy imádkozzak. Még én is dolgozom rajta, nem vagyok tökéletes. Szóval imádkozol? Azt mondtad, sokat imádkozol. Így van. Nem szeretek kérni dolgokat, azért szeretek imádkozni, hogy a legjobb apa legyek, a legjobb férj, ilyesmikért. De néha olyan helyzetbe kerülök, amikor van egy beteg barátom, vagy valami tragédia történik, akkor még azért is imádkozom, hogy Isten segítsen azon az emberen. Úgy érzem, ez nagyon sokat segít nekem is. Beszélhetsz Istenhez, ismered őt, szeret téged, törődik veled, kérheted tőle mindezt az ő nevében, hittel, és megadja ajándékba, ingyen van. Ezek csodálatos gondolatok. Sok időt töltök azzal, hogy elmélkedjek ezeken. Nem vagyok a legjobb katolikus ember a világon, sem a legjobb keresztény. De szeretném azt hinni, hogy még elég ideig lehetek itt, hogy jobbá válhassak mindazokban a dolgokban, amikről most beszéltünk. Ez az alapvető cél. Connick sosem vette készpénznek a lehetőségeket, amik adódtak az életében. Igen, szerencsés voltam. Ugyanígy a házasságban is nagyon szerencsés vagyok, és igazán szerencsés vagyok abban, hogy megtaláltam azt, amiben jó vagyok. Azt mondom, hogy Isten adta neked ezeket az ajándékokat. Ezzel nem vitatkozom. Talán a legfontosabb, hogy ezzel tisztában legyek. Tudatában vagyok a jó sorsomnak. Azt hiszem, hogy itt jött be a képbe az önfegyelem, ami folyamatosan igyekszik jobbá tenni mindent. És ezt nagyon szeretem.